nem csak a Tolna Mözsnek, hanem a magyar női futzál válogatottnak is az egyik meghatározója, Varga Adél, a Tolna Mözsi játékos, a csapatkapitánya. Nagyon korán kimutatta átlagon felüli gömbérzékét, remek atlétikus képességekkel megáldott kajdacsi kislány. Szakszemeknek már nagyon hamar szemet szúrt, ahogy ösztönösen, taníthatatlan mozdulatokkal, lábbal bánik a labdával. Éppen ezért nem volt esélye a kézilabdával foglalkozó edzőknek, testnevelőknek, hogy eltántorítsák a futballtól, amellyel örök szövetséget kötött Varga Adél. Általános iskolás koromban én atlétizáltam, az elég jól is ment. Aztán hát így, ugye mindig az iskolában is eljártunk a fiúkkal focizni, meg ilyenek, és láttak meg engem focizni, és először még a Varga transferhez mentem el egy próbajátékra. Átlagon felüli gyorsaságával, ehhez párosuló technikai tudásával, ezen belül passzolás és cselezőkészségével hamar kitűnt Varga Adél. Mivel Szekszárdon bizonytalan lett egy hosszabb időre a minőségi női futzál sorsa, egyenesen vezetett útja a szomszédvár Tolnára, a női futzál mini fellegvárába, ahol pályafutása fokozatosan kiteljesedett. Az Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar válogatottnak is ő lett még tavaly a csapatkapitánya. Érdekes módon nagyobb anyagi és erkölcsi érvényesüléssel kecsegtető nagypályás foci már a kezdetek kezdetén sem vonzotta, noha a pécsi MSC-nél is megfordult. Nem igazán áll közel a szívemhez ez a játék. Én jobban szeretem ez, technikásabb, gyorsabb, pörgősebb sport. Kisebb futások, kitámasztások, ezt jobban szeretem, mint ott a nagy pályán csak futni, sokáig nincs nálad a labda, én azért szeretek játszani a labdával itt, meg ugye az adott a futszában. Varga Adél azért is csodabogár a mai sportvilágban, mert a fociban megkereshető, nem kevés pénz, sohasem vezérelte, és most sem határozza meg döntéseit. Noha Olaszországból is volt már ajánlata. Engem a pénz például sosem motivált, tehát én nem azért játszom, hogy ezzel pénzt keresek. Én szeretek itt lenni, ez olyan, mint a családom lenne. Gyerekkorom óta itt játszom, ugye 2 év kivételével mindig is itt voltam, és nem is szeretnék máshova menni. Itt van édesapám, édesanyám, az öcsém, úgyhogy mindig itt vannak, mindig elkísérnek, és nagyon szeretem őket. Én azért szeretek itt lenni tényleg, mert az összes csapattársam a barátomnak mondhatom. Volt egy megkeresésem most is Olaszországból, de nem szeretnék. Én itt szeretnék maradni, és itt is szeretném abba hagyni. A nemzetközi szereplés, az ottani érvényesülés lehetősége motiválja kellőképpen, tekintettel arra, hogy ezentúl a női futzálban is lesznek válogatott szintű kontinensviadalok és rangos klubszintű nemzetközi tornák rendezését ígéri az UEFA és a FIFA. Igen, ez, hogy újra alakult a válogatott, ez mindenképpen szerintem remélem, hogy nagyon sok játékosnak motiváció, hogy oda bekerülhessen. Most is megyünk majd februárban Portugáliába, a portugálok ugye készülnek a Final Four-ra, és akkor velük játszunk 2 meccset. Hogyan látod futzálban női nagypályán, még azért messze vagyunk ahhoz, hogy világversenyre kijussunk. A női futzálban játszottatok a spanyolokkal, ukránokkal, oroszokkal, tehát nagyobb a szansz, hogyha összeáll ez a jó kis magyar női futzál válogatott? Én úgy gondolom, hogy igen, a futzálban nincs akkora szakadék, hogy úgy mondjam, az elit csapatok között és mondjuk közöttünk, a magyarok között. Szerintem nagy pályán ott nagyobb különbségek vannak az élvonalbeli csapatok között. Varga Adél nem a fociból él, nehéz lenne kitalálni egyébként a foglalkozását, amivel bennünket is meglepett, ugyanis a törékeny hölgy egy teherautó sofőrjeként éppen a fővárosban és környékén fuvaroz. Azért Budapesten, mert a Tolnamözsi felnőtt futzálcsapat az idén már ott tartja edzéseit, és ő is fölköltözött Budapestre. Sofőr vagyok, úgyhogy egész nap vezetek, gyakorlatilag ezzel foglalkozom. Adél távolabbi jövőjével kapcsolatosan annyit elárult kérdésünkre, a sofőrködést feltehetően akkor szeretné majd abba hagyni, amikor a futzáltól is visszavonul. Elnézve teljesítményét, dinamikáját, az még odébb lesz.